ezek a táborok mindig egy hetet ölelnek föl, vagy hát egy-egy tematikát ölelnek föl. Ezért nem egy-két naposak, hanem mindig inkább több napos, és mindig törekszünk rá, hogy mindig több napos legyen, mert hogy a hétfőtől ugye egészen szombat délutánig vagyunk egy-egy táborban, ez azért legyen 5-6 nap, ami a munkával telik. Persze nem csak effektíven a gyöngyfűzés van benne, mert van mindig egy kis elmélet, tehát a gyöngy, nem a gyöngy történelme, inkább a technikáknak a története, vagy a néprajzi háttere, hogy honnét ered az a fajta gyöngy, amit éppen készítünk, mert azért több tájegységet, vagy több országot felül elő egy-egy ilyen tábor, vagy egy-egy ilyen szakmai dolog. Ebben a táborban ugye népi és modern gyöngy ékszer készítő tábor ez, amilyen vagyunk. A fő profil az két nagyobb tájegység, az egyik az egy dél-amerikai szaragúró népcsoportra alapuló gyöngyékszerek, és a másik pedig az ukrán gyöngyök. És a harmadik pedig ugye a modern gyöngy, ami az az a világ méretű, vagy hogy mondjam, de az mindenhol ugyanolyan. Modern gyöngyökből készülnek karkötők, medálok, fülbevalók most éppen majd. Népi ékszereknél azért mindenképpen sokkal szigorúbb ez a dolog, mert hogy lehet aztán később változtatni rajta, de inkább a hagyományos technikákat és a hagyományos népi ékszereket oktatom, és aztán utána, amikor már megtanulták ezeknek a népcsoportnak az alapfűzését, vagy az alap gallérformáit, vagy egyebeket, akkor utána már lehet ezen variálni is, de még színekbe is próbálunk meg hasonlókat, mint amilyenek voltak az eredetiek. 10 éve tartok táborokat, és ez a 35. táborom, ez most egy ünnepi alkalom lesz majd itt nálunk, tehát 10 év alatt annyi tábor tartottam, tehát nem az első, és a résztvevők között is nagyon sok van, aki ugyanúgy a 10 év óta jár az én táboraimba. A tábor utolsó időszakát, tehát az utolsó nap estén általában, de ez nem csak erre a táborra vonatkozik, ez minden tábor alkalmával így történik. Tehát, hogy megvan, hogy mi a tematikánk, amit egy-egy tábor alatt tanulunk, aztán az utolsó este, amikor már nagyjából kész van minden egyes tanulandó anyagunk, akkor készítünk egy nagy kiterítést, aminek egy részét ugye látni most itt is az asztalon, amikor minden elkészült termék kikerül egy asztalra, le tudjuk fotózni, külön-külön mindenkinek lehet hozzá véleménye, megjegyzése, aztán megbeszéljük utána mindig, hogy mi volt abban a táborban az, ami esetleg pluszt adott valakinek, mi az, amit szeretne még tanulni a következőkbe. Tehát mindig van egy ilyen előretekintés. És általában minden tábor végén, most meg pláne, hogy ünnepi lesz egy kis ünneplés is, igazi ünneplés, amikor van alkalom, akkor persze megtartjuk ezt is. Tehát nem igazán csak arról szól egy-egy ilyen tábor, hogy csak dolgozunk, azért néha van egy kis lazítás is. A szintén népi iparművész is szeret újdonságokat tanulni alkotótársaitól. A gyöngyfűzéssel most már másfél-két évtizede körülbelül, a gyöngykötés az valamivel rövidebb ideje. Hát ebben a táborban két tűs technikát tanulunk, ami viszonylag szokatlan a magyar gyöngyfűzés, vagy gyöngyfűzéssel foglalkozók körében. Itt ez a fő téma most. Nagyon érdekes a technika, picit szokatlan nekünk, de érdemes megtanulni mindenképpen, mert akár a kézügyességet is javítja, akár a memóriát is javítja, úgyhogy érdemes vele foglalkozni mindenképpen. Most fűzött gyöngyök alkalmazkodva ahhoz a színvilághoz, ahonnan származik a technika, nagyon színesek. Ez picit könnyíti is a munkát, meg picit nehezíti is a munkánkat, de nagyon élvezzük mindannyian. Egyszer láttam az interneten gyöngyfüzést, és kutakodtam utána, és rátaláltam Pálné Osvald Éva táborára, és felvettem Évával a kapcsolatot, és eljöttem az első táborba, és itt ragadtam. A közösség egyetlen férfi tagja a népi gyöngyöket szereti készíteni, mint például a sárközi, vagy az ukrán a kedvence. Szerintem nagyobb kihívás, mint egy modern ékszer elkészítése, és én szeretem a kihívásokat.